Valójában lentiben egy kamara kiállításra volt lehetősége a szűkös hely miatt. Milyen szempontok alapján válogatott a művész? Azt próbáltam mérlegelni, a hely milyen lehetőséget kínál. Ezért megpróbáltam egy vegyes anyagot bemutatni, technikailag is, és téma tekintetében is, hiszen többféle dolog érdekel. Az egyik része egy természettanulmány sorozat, akvarell technikával, plenerben készült tavi részletek, de igazából a víz tanulmányozása ott is az egyik fő lényeg. A másik pedig az akt tanulmányok, illetve az akt és a víz kapcsolatok, ami hát most az elmúlt időszakban legfőképp érdekel. Láthatunk néhány képet a korábbi zalaegerszegi kiállításról, ahol természetes fény világít meg gyönyörű női testeket, aktok bizonyítják a mesterségbeli tudást, a fények játéka jelenti-e a kísérletet? Gyakorlatilag igen. Ahogy a korábbi vizsgálódási területeim is javarészt kísérletek, ugye ezeket is azoknak fogom fel, egy folyamatos tanulmány sorozatként apostrofálom, és igazából az érdekel, hogy ezt minél behatóbban, minél több rétűbben tudjam visszaadni és vizsgálni. A renti kiállítás anyaga egy válogatás, egy keresztmetszete annak, amivel az utóbbi években foglalkozott. Azok az alkotói felvetések és lehetséges megoldásai, amelyek mozgatják egy alkotó kreativitását. A víz nagy varázsló, mondja ő. Ezt a jelenséget járja körül festményei. Technikailag hogyan jönnek létre az alkotások? Milyen szerepet játszik esetlegesen a fotó, és milyen előtanulmányok előzik meg? Az akt és a víz tematikáját olajra készítem vászonnal. Nekem egy elvem, hogy mindig tanulmányvázlatokat készítek róluk. Sajnos modell hiányába, bár azért néha akad segítség, talált fotók adják az alap témát, amit egy kicsit továbbfejlesztek, és ebből próbálom azt a világot kialakítani, ami aztán végül is a vizsgálódási tárgyam középpontját képezi. Hol szerepelnek még képei jelenleg? Jelenleg az Ajkatárlatra adtam be pár munkát, illetve a Falkmiksa utcába, Pintér galériába egy őszi aukción. Ott el is kell az indián nyár aukción egy munkámat, egy picit sajnálok. Illetve hát a Völgyiskonda kortárs gyűjteményébe is bekerült egy. Ha minden igaz, akkor lesz egy meghívásom Veszprémbe is, a Csikász galériába. Úgyhogy sajnos nem tudtam teljes anyagot összeállítani most épp ezért. Úgyhogy, ahogy említettem, kompromisszumot kellett kötni. Ezt még mindig egy pozitív jelenségnek tartom, vagy egy pozitív fordulatnak, hogy ez ad problémát, mint hogyha a bőség zavara lenne.